Mi a két legsúlyosabb hiba, amit egy ganaterapeuta elkövethet? És ebből azonnal meg fogod tudni azt is, hogy miért nem fogok én soha hozzászólásra tanácsot adni. Nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. A következő dolgokat dr. Limtől hallottam, aki úgy szoktuk mondani, hogy a modern ganoterápia atya. Ő mondta egy videójában azt, hogy az egyik súlyos hiba az, ha valaki a betegségeket akarja kezelni. Ugyanis a testünk az egy komplex organizmus, és hogyha ő neki valami baja van, akkor beszél hozzánk. Csak ő nem tud emberi nyelven, magyarul, vagy angolul, vagy bármilyen nyelven beszélni, ő csak a test nyelvén tud beszélni, ő jeleket ad nekünk. És ezek a jelek, azok a tünetek, ami nekünk problémát okoznak. És hogyha én ganaterapeutaként elkezdeném ezeket a jeleket, jelzéseket kezelni, az körülbelül annyira volna értelmes, mint hogyha az autódban, amikor kigyullad egy piros lámpa, hogy baj van a fék folyadékkal, akkor elmennél a szervizbe, és mondanád, hogy vegyék ki azt a lámpát, mert zavar téged. Tehát attól a féked az még nem javulna meg. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb hiba. A másik legnagyobb hiba az, amikor valaki megtanulja kívülről az összes alkotó elemet, ami benne van a ganodermában mondjuk, az 400 különböző hatóanyag, meg még azt is, ami a spirulinában, az további 300, mert ha ezeket az ember mind megtanulja, akkor azzal csak a memóriáját fejleszti, lehet belőle egy kiváló ganoderma vagy spirulina specialista, de nem lesz belőle jó ganoterapeuta. Amire szükség van, diagnosztizálni kell a pácienst. És a diagnózis alapján összeállítani egy olyan termékpalettát, meg egy akkora dózist, ami eredményre fog vezetni. És ez hozzászólásban teljesen lehetetlen, az az igazság, hogy még e-mailben is nem kielégítő, tehát a legeslegjobb az volna, hogyha az ember le tudna ülni azzal a pácienssel és beszélgetni vele, és sokkal tökéletesebben lehetne akkor a diagnózist megalkotni. De ha valaki arra taksálja az egészségét, hogy egy odalökött hozzászólásba szeretne valami nagyon tuti választ kapni rá, és így meggyógyítani az ő problémáját, az szerintem nem sokra taksálja az egészségét. Szóval a ganoterápia meg a gyógyítás szerintem ennél sokkal komolyabb dolog, sokkal több figyelmet érdemel, sokkal több alázatra van szükség. Úgyhogy ha valóban érdekel a te problémád és szeretnél rá megoldást, akkor légy szíves, ír nekem egy e-mailt, vagy hívj föl telefonon, megtalálod az e-mail címemet is, meg a telefonszámomat is mindenhol, több helyen, és akkor sokkal jobban tudok neked segíteni.